A Panna stb. többi mai adásának vendéges Lamovics Horváth Beáta, az Everdarm Klinika tulajdonossá. Szeretettel köszöntök. Szia, köszönöm szépen én is. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy döntötted el, hogy az mint Klinika mivel foglalkozzon? Mik legyenek azok a sarokpontok, amire úgy gondoltad, hogy hogy ezt a, a, a vendégköri igényt le tudod fedni? De ez a szép olyan, hogy mondjuk veszel egy jó gépet, van egy jó Forma 1-es autót. Pilóta nélkül mit élt? Tehát egy a mamám, anyukámat beleültetem a Forma 1 autóba, nem érek vele semmit, hát. <laughs> ugye? Vagy hogyha a Schumachert, vagy most nem tudom éppen ki van, <laughs> persze tappem, hamilton Hamiltont mondjuk beültetem a Trabantba, és elindítom mondjuk egy Ferrari ellen, akkor hiába ő a Hamilton, nem fog céltérni. De ha az édesanyád vezeti a ferrari akkor van esélye még a trabant tudja. Ja, okay. Igen. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon jó géped legyen, és nagyon jó szakember tudja azt a gépet uh -huh. használni. Ezt össze kell rakni. És ez volt a következő lépés, uh -huh. hogy ezt, ezt kezdtem elnézni, hogy milyen gépek vannak, milyen szaktudás kell mellé. Épp ezért nem egyszerre öt gépet vettünk és vezettünk be mindent, hanem lépésről lépésre hoztuk be a kezeléseket. És ahogy nőttek az igények, és ahogy én tanultam meg a különböző, én egyébként külföldről szeretek, én Amerikát szoktam egyébként így leginkább példának venni, és én az amerikai kutatásokat és tréningeket veszem alapul, tehát én olyan tréningeken jártam, ami ahol az amerikai sztenderdeket követik és azokat vezettem itt be a klinikánkon, és ahogy jöttek az igények, úgy lépésről lépésre haladtunk, és tényleg öt év alatt a 60 négyzetméteres kettőfős cégből, most egy 750 négyzetméteres 42 fős cég van mögöttem, ahol már az esztétika is bekapcsolódik, mert igen szükség van rá, tehát nem, nem szabad eltitkolni azt sem, hogyha valaki most botoxot vesz igénybe, mert ez már a természetességen belül meg tud maradni, ha ezt normálisan kezeljük, hogyha igenis elfogadjuk önmagunkat, és úgy akarunk szépek lenni, hogy ami szükséges, azt megadunk magunknak, de nem visztük túlzásba. Tehát Ott van, amire nemet mondtok? Sok mindenre mondunk nemet. Nagyon-nagyon sokszor van nálunk az, az orvosok is és a lányok is ö, arra nagyon odafigyelnek, hogyha valaki jön valamilyen kéréssel, de az nem lesz jó neki, akkor bizony nemet mondunk rá. Ez elején volt is, hogy sírva fakadt valaki, ö, vagy nem értett egyet vele, de ha mi azzal nem tudunk azonosulni, vagy azt látjuk, hogy ártanánk vele a bőrének, akkor mi nem fogjuk megcsinálni. Mi nem csinálunk ilyen őrült nagy szájakat, ö, egyébként hiába szeretnék az emberek, nem hazudjuk azt, hogyha eljön zsírbontó inekcióra, akkor 20 kilótól meg fog szabadulni, hogyha az életmódján nem változtat. Ö, Mindent, mindent őszintén mondunk, és apró finom hangolásokat. Tehát mi tényleg azokat a kezeléseket részesítjük előnyben, ezért is van nálunk például mentorprogram, hogy először elhívjuk egy mentorkonzultációra, csinálunk egy bőrdiagnózist bőrdiagnóz, neki, megnézzük, hogy milyen az adott állapota a bőrnek, mi az igénye a vendégnek, és leírunk javaslatokat. De ezt minimum egy fél éves lépés, de inkább hosszú távú lépés. Tehát olyan nincs, mert az mese, hogy bejön, varázsolunk kettőt, és kijön húsz évvel fiatalabban. Ja, Tehát, de kár. hogy igen, ez <laughs> nagyon jó lenne, de hogyha én ezt ígérném, akkor akkor, akkor nem mondanék igazat. Hosszú-hosszú lépés, mert fel lehet tölteni valakinek a száját, meg be lehet tölteni x milliliter hieluront, de a bőre állaga nem lesz tőle jobb. Tehát, én lentről kell építkezni. Tehát először egy bőrtisztítás. Meg kell tisztítani a bőrt. A szerkezetét javítani kell, hogy a pórusai rendben legyenek. És hogyha a bőr szerkezet, a bőr minőség jó, akkor utána finom hangolással, ha egy picit, nem tudom, én vékonyabb borot szeretne, vagy egy picit vastagabb szájat, lehet egy picit játszadozni ezzel, de nem ez, a, nem ez a fő cél, hanem az, hogy szép bőre legyen valakinek, hogy egészséges legyen a bőre. Ugyanez vonatkozik a testre is. Tehát a testet is csak úgy lehet karbantartani, Hiába jön el testkezelése valaki, ha utána elmegy pizzát enni, és egész nap nem mozdul ki a lakásból, vagy nem fog megmozdulni, akkor az nem lesz elég. Tehát ezeket igenis őszintén össze kell rakni, rá lehet segíteni kezelésekkel. Nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni, sőt motiválni tud. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tényleg őszintén azt gondolja, hogy jó, most akkor egy picit szeretnék feszesebb lenni, tónusosabb lenni, akkor az edzései mellé beépít mondjuk testkezeléseket, az még egy picit ugye könnyít azon, hogy a célt elérje, és hamarabb tud célt érni. Tehát mi egy kulcsok vagyunk, egy, 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 mentorok a vendégek részére, ami, hogy jön a kezelésekre, és vezetjük az úton, és jár vissza, fél évente újra bőrdiagnózist csinálunk neki, megnézzük, hogy hogy javult az állapota, rendben van-e. Ha menet közben mondjuk Leégett az arcbőre. Vagy stresszes lett, és kijöttek rajta olyan tünetek, ami mondjuk nem volt látható. Akkor megállítjuk, kiavítjuk azt a az adott problémát, és nem folytatjuk tovább az építkezést. Tehát nagyon-nagyon figyelünk oda, hogy személyre szabjuk, mert nem, nem sok, vagy nagyon sokszor van olyan, hogy összerakunk egy kezelési protokollt, de menet közben változás történik, kiderül, hogy valami betegsége van az adott illetőnek, ami, ami miatt másra kell fókuszálnunk, és akkor ahhoz irányítjuk tulajdonképpen a dolgokat. És ez a fajta mentorság, ez egyfajta bizalom is, és hogyha bíznak bennünk, akkor, akkor viszont biztosak lehetünk abban, hogyha nem rohangálnak száz különböző helyre, mert én azt mondom, hogy most ezt én nem javaslom, akkor elmegy egy másik orvoshoz, ahol megcsinálják, úgyis észre fogjuk venni ezeket a Kis trükköket. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nézők, akik azt mondják, hogy hát ez egy luxus kategória, ezt nem engedhetem meg magamnak, de szerintem sokan nem gondolnak bele abba, hogyha egy hibás úton haladnak, és mondjuk annak a költségeit összeadják, hogy vajon ugyanoda jutnak-e a végén. Ez teljes mértékben így van. Azt, hogyha önmagunkba fektetünk az soha nem luxus szerintem. Igenis önmagunkba kell fektetni. És hogyha nem figyelünk oda, hanem jó lesz ez majd később, ha már gond van és probléma van, és azt kezdjük el orvosolni, az a legköltségesebb. Mert gyógyszereknek, tehát ha megnézzük azt, hogy Magyarországon mennyi ember fogy ez gyógyszert, meg mindenféle ilyen steroid krémeket, meg mindent is csinál magával, és ha ezt kiszámolnánk, hogy ez mennyit, mennyit költ erre, ahelyett, hogy havi szinten rendszeresen ápolnál mondjuk a bőrét és a lelkét, Sokkal-sokkal kifizetődőbb. Tehát egyáltalán nem luxus, és sokan egyébként évedésbe vannak, mert a kapkodás a legdrágább. Amikor gyorsan beszaladok valami drága kezelésre, mert az a trendi, és akkor most azt éppen gyorsan megadom magamnak, azzal hosszú távú eredményt nem ér el. Kiadott egy csomó pénzt, és lát tehát, hogy azzal nem sokra megyünk. Ha viszont szépen építkezünk, és megvannak azok a havi két, havi kis apró lépések, és azokra költjük el a pénzt, azok akkor, ha így összeadjuk, nem lesznek, nem lesz, a, sőt, inkább olcsóbb lesz, én azt gondolom.